Oroszország az ukránok számára bevezetheti a vízumkényszert, amennyiben Ukrajna az Európai Unióval társulási egyezményt köt, közölte Szergej Glaziev, az orosz elnök tanácsosa. Illetve ha Ukrajna csatlakozik a Schengeni zónához, és Oroszországban továbbra sem lesz vízummentesség az EU-val, akkor az európaiak arra kényszerítik majd Ukrajnát, hogy vízumrendszert vezessen be, tette hozzá. Az Ukrajna-EU közötti társulási egyezményt november 28-án tervezik aláírni Vilniusban. Idén 75 millió krémját különítettek el a kárpátaljai utak javítására. Ez azonban a szükséges összegnek mindössze a 18%-a. A megyei közútkezelő szolgálat vezetői szerint ezen az összegen 500-600 helyen betömhetnék a kátyukat, valamint egy 160 kilométeres útszakasz teljesen felújíthatnának. Idén az útépítők 158 kátyús szakaszt fedeztek fel, ez 60%-kal meghaladja a korábbi mennyiséget. Szakemberek elmondása szerint tavaly kevesebbet kaptak az utak felújítására, csupán 65 millió hrivnyát. Az ukrán fiatal nők egyre inkább béranyaságból akarnak megélni, az internet tele van olyan hirdetésekkel, amelyek béranyát keresnek, és olyanokkal, amelyek azokká akarnak válni. A szolgáltatás ára változó 10 től 17 ezer dollárig terjed. Az országban 22 olyan klinika van, ahol in vitro megtermékenyítést és embrió beültetést végeznek, akár pótanyákba is, de a béranyákról nem készül hivatalos statisztika, hiszen az érintett házaspárok nem szívesen beszélnek a kérdésről. Ugyanakkor orvosi körökből tudható, hogy Ukrajnában ezrekre rúg a béranyassággal kapcsolatos esetek száma. A térfigyelő kamerák alkalmazása a szavazóhelyeken egyszeri alkalom volt, és semmilyen törvényi előírás nem teszi szükségessé ismételt felhasználásukat, jelentette be a Központi Választási Bizottság vezetője. Mihail Ohendowski elmondta, hogy a 2012-es választások során egy specifikus helyzet alakult ki, mely nyomán indokoltnak tűnt a megfigyelő kamerák telepítése a szavazási rendszer tisztaságát kétségbe vonó közhangulat megnyugtatására. A későbbiekben azonban bebizonyosodott, hogy szükségtelen volt ez a túlzott elővigyázatosság, mivel a választások során tapasztalt visszaélési esetek vizsgálata során mindössze 20 esetben kérték ki a rögzített felvételeket, közölte a központi választási bizottság elnöke. Ukrajnában azon belül Kárpátalján kritikus szintre csökkent a beadott védőoltások száma. Miközben népegészségügyi stratégiai